végig kell próbálgatnunk az összeset. Oké, és hát akkor végig próbálgatjuk az összeset. Basszus, hát ez így jó gyors lesz komolyan. De legalább már az A betűt kilőttük, szóval fogalmam van legalább arról, hogy A betű nem lesz. Nem. 4. Nem. 5. Nem. B. Nem. Akkor C. Nem. Hát akkor... papír. Na jó, várjatok, még egyszer. Oké, és... na jó. Jó, és akkor lehet, hogy ezt kell bedobni. Vagy így. Vagy mi a frász? Még egyszer, tehát hogy igen. Igen. Hát, oké. Jó, hát akkor gondolom ez nagyon jó bakker. Hát akkor most megint... aj, Istenem. Megint egyenként be kell dobálni? Oké, srácok. Jó. Basszus, ne tudjátok meg mióta szívok ezzel itt. Oké. Azt hiszem, hogyha innen kiszedjük a papírokat. Látok, és itt kell átnevezni, jó? Azért nem értettem. Oké, és akkor ez így ide jön? Mondd, hogy ez így jó, mert különben tényleg nem tudom. Oké, és még egyszer. És szóval... mondd, hogy ez az! Lesz akkor. Ugye? Hangfélyes betű lesz. Igen. Nyolc, oké. Há, ugye? Há, igen. 4, akkor az D lesz. Oké. 500-szor átolvastam, hogy felfogjam, hogy a számok betűket, a betűk pedig számokat jelentenek. Akkor... igen, megint egy D. És akkor E. Fistunt, hal haver. Az igen. Az aztán jelszó. És akkor...
Ha minden igaz, akkor ez itt 1, 2, 3. Álljátok, ó, a fenébe. Nagyon remélem, hogy az lesz. Azért kaptunk egyébként mi 100 ilyen cuccost. 2, 3. 100... 100-as szintet. 1. 2. 3. Na! Szóval... 3 az nem ide kell, te buta, hanem ide. Oké. Királyság. Mondd, hogy nyitja. Ez az! Jó, gyorsnak kell lennünk. Na, lássuk, mi a helyzet. Mert ugye Carter itt próbálja lefoglalni. Semmi, ruhák, Oswald. Csak papírok, Angelo. Semmi különös. Ender, kristály, üvegpalackok. Ha. Semmi különös. Ez meglep. Nincsen semmi extra. Van valami, amit nem veszünk észre. Nem hiszem. Átlagos. Az ott micsoda? Ó, egy különleges könyv. Nálunk maradt a papír. Nem baj. Lássuk csak. Egy, igen, szóval egy különös könyv. Ó, a francban nem már megint? Ez nem hangzott jól. Jobb lesz, hogyha megyek és megnézem, hogy minden oké-e. Na. Létra. Tatará. Hello. Eltűnt Angelo. Na lássuk. Az előbb még itt. Ja nem, bent van, bocsánat. Jó. És a csaj miért nem, a Steffi az miért nem csinálja meg a cuccot? Ha? Stefani. Minden oké. Okay. A tenger alatt járón dolgoztam éppen, amikor történt. Micsoda? Ez micsoda? Úgy tűnik, mint valami különleges kábel nélküli áram. Hát mi ez? Áramfogadó készülék. Vezeték nélküli áramfogadó készülék. És ez miért van itt? Fogalmam nincs. Nem én raktam oda. Valami fura dolog történik itt. Hát... ez már biztos. De legalább te jól vagy. Carter Newman, mi történik? Nem nagyon látom az interkomon keresztül. Majd feljövök az irodájába és elmondom. Szia Stefani! Hello! Na toljuk. Mi ez a... különleges könyv. Oké, és majd azt elolvassuk utána. Csak most először menjünk Carterhez. Na. Beszélj most. Úgy tűnik, hogy valaki vezeték nélkül belenyúlt az áramba. És nagy valószínűséggel ez okozta az áramkieséseket. És mi a francért csinálná ezt bárki is? Fogalmam sincs, de megtaláltam ezt a könyvet. Olvasd csak. Oké, és lássuk. Most kell elolvasni a könyvet. Akkor jó, hogy nem kezdtem el az előbb. Oda csak akkor szabad kattintanunk, hogyha már elolvastuk a könyvet. Na jó, láss!
Nem trédelni akarok. Szóval, kedves olvasó, nagyon közel vagy egy hatalmas felfedezéshez. Egy olyanhoz, ami nagyon sokáig tartana bárkinek is. A nevem az egyáltalán nem fontos, de hogyha nagyon muszáj tudnod, akkor Sir Thomas Stress, hatalmas felfedezője a mély óceánnak, vagy a mély tengereknek. Amit olvas, az az a tudás, a vagyis hát a minden adat a régen elveszett Mindlandisről. Mindlandis az a világ, ami egy gyerek sztoriát juttatja eszedbe, amit én írtam. Ez nem csak egy történet. Azért írtam meg a könyvet, abban a reményben írtam meg a könyvet, hogy a legenda tovább fog élni. Én saját magam nem csak bizonyítékot találtam a létezésére, de megtaláltam meghatároztam a bejáratnak a helyét is. Hogy megszerezd a koordinátákat, bizonyítanod kell. Old meg ezt a feladványt, és aztán utána gyakorlatilag jól leszel. SVZG plusz Thorngift Meet. Úristen, ez mi a retek? Hoppá, bocsánat. Úgy tűnik, hogy Sir Thomas Stress írta. A szerző? Vagyis hát bocsánat, az író? Igen, a történet úgy tűnik, hogy igaz volt. Tényleg felfedezte Mindlandist. De hát ez lehetetlen. Fura dolgok történnek, úgy érzem. Na jó, és pontosan mit mond? Egy feladvány van benne, vagy egy rejtvény, ami a valószínűsíthetően a helyére mutat. Oswald Fisherson. Monson Newman. Kérlek, gyertek le a harmadik szintre. Van valami, amire mind a kettőtök, amihez mind a ketten kelletek, hogy megnézzétek. Egy perc és lent vagyok. Megyek. Digon, te Isten! Ja, Isten! De... Na mindegy, igen uram. Hogy megint megpróbáltam megmondani, hogy nem úgy hívják. Ja, Isten! Maradj itt és próbáld meg kitalálni ezt a feladványt. És aztán utána találkozzunk lent. Rendben, ott leszek. Azt gondoljuk, hogy kell egy ilyen kódfejtő program a kompjúterünkről. Zseniális.